régebb óta ismert küzdősportán. Akik ezt a bemutatót tartani fogják majd, az bemutatót láthatják, és nagyjából ez lesz remélem a forgatókönyv, a közvetítésünk is. Addig a vendégem, itt most Borza József. József, hogy van a lábad? Ó, köszönöm szépen, semmi te probléma. Te ezt meg se érzed ezeket a... Hát, ha rossz a törés, akkor igen, de így nem. Az mit jelent, hogy rossz a törés? Hát nem kellő. Nekem rosszul esett az, hogy rúgyőre csaptak. Nem kellő gyorsasággal, nem szakértelem előttre, akkor... Hogyha jól törik, akkor igen. Ha az erő átmegy a töréssel, akkor nem. Ha nincs, akkor problémás. Azt kérdeztem az előbb az Orsit, hogy mennyi gyakorlás szükséges az, hogy ilyen szintre jusson, hiszen nézd, amit a kezedet, hát egy kis piros csík és kész, meg se látszik rajta. Hát én jó magam 10 évet edzettem, amikor ilyenekkel próbálkoztam. Elég fontos itt a rákészülés, a harmónia. Hogyha nem olyan, akkor tehát a testileg harmónia nincs együtt, akkor ez problémákat okoz. Egy törtök már bemutató lábak, kezek. Engem nagyon érdekelne ez a lelki harmónia, szóval testi, ugyanis az ember ilyenkor olyan bemutatókon is, meg nagyon sok ugye egymás elleni küzdelemben, és a testi dolgokat azokat látja. Igen. Mert azok ugye jönnek, de a belső lelki harmóniát, ami azt mondják, hogy ez az egésznek az alapja, azt nem látja. Azt hogy lehet megteremteni? Ezt a fizikai kényszerrel, a fizikai szenvedéssel. Tehát én azt tudom mondani, hogy aki edz az érti, aki nem edz az nem érti. Tehát a fizikális részt olyan szintre kell vezni, amikor már nem azt mondom, hogy élvez az ember, de megtört a fizikuma. Tehát él a testével, tehát tudja használni a testét. A fizikus tudja irányítani, és tudja a fájdalom tűrését? Így van, igen. Tehát nálunk, úgymond ezeknél a küzdősportoknál a fájdalom küszöb, az nagyon magas. Tehát más ember, amit beüti a könyökét, akkor sziszeg orvoshoz, mennyit rájött egy hasznos deszkára, nem törik el, próbálkozik 2-3-szor. Na most ez gyakorlatilag annyit jelent akkor, hogy azok a csontok, amik egyet a nálatok lelki és nagy odafigyeléssel végzett ilyen töréstechnikánál nem is törnek csontjaitok? Nem. Tehát vannak olyan... Nem vagyok sérthetetlenek arra gondolkodni. Sérthetetlenek vagyunk, de... Tehát egy jól irányzott ütés sem, tudom én, egy téglának a széttörés, ha azt a középütést kellő energiával és gyorsasággal, az eltörhet. Ha nem, törhet csak, nekem is tört már kezem, így kézközépcsontom, vagy nem tudtam eltörni, még egyszer rájtöttem, és tehát... Magadat hibáztattad azért, vagy ilyenkor kontrollálod? Van úgy, hogy erősebb az anyag. Tehát van úgy, hogy olyan erős anyag, annak ide volt egy tégla, egy hónapig jártam rá, napi 4-5 ütés, és egyszer csak eltört. Aha, értem. Na most valamit magatokról, Józsi. Itt az előbb elmondtam a kedves nézőknek, hogy körülbelül 200-an vagytok, akik igen végzik ezt. Ez egy hatalmas szám. Hát most már az igazság, hogy csökken ezeknek a sportoknak, vagy úgymondom küzdő sportoknak a létszám. Most már eljutottunk oda, hogy most már nem divas sport. Most már tudja mindenki, hogy elmegy mondjuk judozni, vagy karatézni, tudja, mit követelnek tőle. Most már nem azért mondja valaki, hogy fehér ruhába tréningezek, hogy nekem milyen jelvényem van, hogy nekem ez a mesterem. Most már azt tudják, hogy ha lejönnek hozzám, ott mire számíthatnak. Híre ment a városban, a megyében, országosan. Mielőtt mondjuk azt, hogy mire számíthatnak, annyit azért a látottakról hagyni, hogy ilyen esés technikákat mutatnak most be a judósok, tehát váltás történt itt a bemutatóban, a gyerekek után felnőttek jöttek, és a felnőttek mutatják majd be azokat a gyakorlatokat, a természetesen vitelezettebben, illetve hát másfajta gyakorlatokat is, mint amiket az előbb a gyerekek mutattak be. Most ezek például a dobás előkészítő gyakorlatok, amiket itt láthatnak. Szóval rólatok valamit, mire smicson az, aki mondjuk hozzátok lemegy? Hát az heti 3-szor 5-szöri tréningre. A Szilágyi Erzsébet gimnázium. Igen, az ifjúságú 2 szám alatt tréningezünk. Minden nap van tréningünk, és hát úgy másfél-két órás tréningek vannak, és kemény. Kialakult egy szisztéma, és abból szintből nem akarunk leadni. Ha 100 ember lesz, akkor 100-nak fogunk csinálni. Ha 10 lesz, ha 1000 lesz, az mindig egy lesz az a szint. Na most ez a szint, ez annyit jelent, hogy 86-tól kezdve 15 magyar bajnoki elsőségetek van. Igen. Ebből gondolom, hogy nem véletlen nem akartok leadni. Így van. Hát most szerencsések vagyunk, már idei magyar bajnokságon is sok érmet szereztünk, sőt,
Múlt héten szombaton voltunk Litvániában, ahol Európa bajnokságunk volt, ott a Keskeny Edina elsődanos tanítványom, ő harmadik lett nehéz súlyban. Egy súlykülönbsége kapott ki, úgyhogy úgy érzem, hogy utánam már eddig nem volt EB-érem, úgyhogy most végig is, mint tanítvány is megtört, és tehát az eredmények melyik, is... Melyik az érdekes? Te megtapasztaltad versenyzőként, gondolom, hogy nagy különbség van a versenyzés által szerzett érmed és a edzőként. Igen, ez érdekes dolog ez, mert annak, hogy belülről néztük a küzdelmet, most én bíróként, mint edzőként, és mind a kettő izgalmas. Megy a tanítványom küzdeni, vagy ha bíró vagyok, ugyanúgy benne van az a kis úgymond gyomodegy, vagy az a versenyláz, ami versenyző koromban benne volt, mert egy kicsit át tudom mérni. Nem könnyebb ez most? Nem. Ha nem vagyok bíró se, meg edző vagyok, akkor ez egy nagyon nehéz. Na, ugyanazt érzem, mint a tanítvány, és beleizzadok egy kicsit. Hát, hogy mondjam, szóval egy nehéz érzés. Akkor lejön, akkor úgy megkönnyebbül, együtt könnyebbülök a versenyzővel. Hát úgy nekik nem szoktam elmondani, de hogy mondjam, szóval együtt ütünk, együtt rugunk, és ha esetleg a betől bele tudok szólni, nem szoktam a versenyző mögé ülni, mint más edzők. Akkor úgy vagy vele, hogy ott el kell dönteni magának, amit egyedül van, ő küzd, ne azon múljon, hogy én mondom neki, hogy most jobbra menjen, vagy balra menjen. Ha föl van készülve, edzett, akkor nem okozhat neki problémát. Okozhat problémát, mert mindenkitől vannak erősebbek és jobbak. De ha föl van készen, igazán a nagy meglepetés nem ér. Olvasom itt közben, és tudom azt, hogy a gyerekekkel külön gyerekcsoporttal foglalkoztak. Igen. A Dobó István gimnáziumban. Igen. Hetente kétszer vagy a kedden és csütörtökön. Hány órakor, hogyha valaki érdeklődik? Hát ez most már csak szeptemberben fog indulni. Hetente kétszer vagyunk kedden és csütörtökön, 6 órától 7 óra. Ezek folyamos csoportok egyébként? Nem, nálunk nincs tanfolyamos csoport. Nálunk lejön valaki szeptember, és addig, amíg el nem hagyja a termet, addig folyamosan tud tréningezni. Öt fokozatváltások vannak, tehát vizsgázni tudnak bizonyos időközönként, és ez megy addig, ameddig csinálja. Értem, és hát gondolom, hogy így említetted az előbb a szelektációt, gondolom, hogy így abból a szempontból könnyebb helyzetben vagytok, hogy jobban, hogy is mondjam, jobban képezhetitek az embereket. Az, aki oda megy nagy része, az tudja, hogy miért van. És ez neked azért a munkában könnyebbség, nem? Igen. Tehát azok jönnek, akik akarják, azt akarják. Nem kell, hogy ugye, hát a régen, amikor nagyon sokan voltunk, akkor... Nem tudta odafigyelni, arra gondolok, hogy nem tudta odafigyelni azokra, akik értékek voltak, vagy pedig már akkor lehetett, ki lehet szűrni úgy is. Csak akkor, hogy mondjam, tehát sokkal olyan módszeresebben kellett gyakorolni, velük ilyen rávezető gyakorlatokat, képességfejlesztő gyakorlatokat, a kondíciót odahozni. Most úgymond bedobjuk a mély vízbe, és akkor úszik.